Ezzel a méhecskével köszöntelek benneteket a tavaszi kertemet megmutató videómban. Egy kertben mindig nagyon sok a tennivaló. Most például a kertünket körülölelő sövényt kell alaposan megnyírnom, így lesz ereje megújulni. A levágott ágakat sohasem égetjük el, még csak nem is zsákolom be őket. A komposztálóba viszont nem fér el ennyi, ezért egy kertészbarátom javaslatára a sövény mögött halmozzuk fel. Szép lassan, majd ott lebomlik. A magas ágyásban már kezdenek előbújni a salátafélék. Pár levélkét lecsíptem a húsvéti reggelihez. A korábban összegyűjtött és összetört tojáshéjat évente több alkalommal kiszórom a magas ágyásra. Ez hasznos ásványi anyagokkal látja el a növényeket és a talajt. A tavasz a magvetés ideje is. A paradicsomnak előkészített ágyás szélére körömvirágmagot szórok, a két növény kedveli egymást, a maradék betontéglából pedig keretet kap az ágyás. Idén először vetek facélia, azaz mézontófű magot is. Nem csak szép és igénytelen virágzó növény, de a méhek is nagyon szeretik. Ibolyát a készülő szappanhoz, pittangot pedig a húsvéti tojásfestéshez gyűjtek a kertben. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és megnéztétek a videómat, és köszönöm, ha megosztjátok másokkal is. Ha bármilyen kérdésetek van, bátran tegyétek fel a videó alatt, igyekszem nagyon gyorsan válaszolni.